Hello, srácok, igen, jól láthatjátok, kész a gép. Pár hétig, vagy pár hétig, pár napig ugye csináltuk. A kábelezést ne nézzétek, mert párszor szétszettük. Aztán úgy voltunk vele, hogy most ez így marad, majd szétkapom és majd szépen elvetettem a dolgokat. Na, srácok, nem tudom nektek mennyire hallani, de kis hangja van a két gyári ventilátorral. Van egy kis hangja. De majd ezt fogom korrigálni később egy vásárlással, illetve majd vennem kell egy hőfokszabályzót, mert a korábbi hőfokszabályzom az már túl régi ezekhez a ventilátorokhoz, és nem tudja kezelni őket sajnos, így majd abból lesz egy újabb. Na, srácok, egy processzor széria számot mondanék, 5930K, nem nagy előrelépés, ugye egy ilyen 8 magossal szerettem volna folytatni a pályafutást, de mivel nyáron jön egy 10 magos, így nem éri meg, így váltottam egy igazából nagyjából pár százalékkal erősebb processzorra, de a mai nap folyamán, amit játszottam, ő megérte. Egy kis technikai adat, a processzor 5 egész GHz-re lett felhúzva kereken, ugye ez egy turbo, szóval ha a gép igényli az 5 GHz-es frekvenciát, akkor ki fogja használni, ha nem, akkor meg annyi pörög, amennyi neki jól esik. Srácok, a DDR4, na, egy kis tapasztalatom, nagyon durva. Szóval, ami mondjuk máskor, mondjuk egy telepített játék vagy fáj beletelt, mondjuk valamit egy percben, megcsinálja 20 másodperc alatt, szóval olyan gyorsan csinálja a dolgokat, hogy ez az ember feletti, a kalappal pöpec. Jó, DD3-mal sem volt bajom, de na. Aztán. Itt fönt ugyebár kéken világít, illetve itt elő van egy ilyen kijelző. Meg ugye a venti, az Asusnak a kijelző, addig ezzel szabályozom a ventilátorokat. Na, srácok, egy kis változás történt ugyebár, amint láthatjátok, egy Corsair Stab, méghozzá egy 1500 wattos, igen, egy elég durva járgány került vele. Ennek meg volt az oka, sajnos az előző Be Quiet tápomnak problémái voltak, mindegy. Ő rá esett a választás. Nem fogok csalódni, nagyon sokan ajánlották ilyen extrém tuning szempontjára, hogy ez bizony nagyon is bírni fogja az extrém tuningot, eddig nincs is vele baj. Ugye itt megtalálhatóak a Winchesterek, ott hátul az SSD, és mondom, hogy a kábelezéssel most úgy ne, hát majd én ezt szépen el fogom vezetni valamelyik nap. Igazából srácok, ez a videó az ennyi lett volna, amit láthatjátok itt. Sok minden, majd egy-két fóliát le kell vennem, ahogy látom, mert még rajta maradt. Szerintem durva. Durva, hogy ez az egész kinéz. Jelenleg még nem bánom. Nem is hiszem, hogy meg fogom bánni. Ugye. Én erre számítottam. Nagyon jó. Nem hangos, amúgy ha rárakom az oldallapot, akkor ez teljesen jó hangerőben van. Jó van, srácok, köszönöm a figyelmet, ez ennyi lett volna. Találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok!